A Székelyföldi Verstábor programsorozatába a vers, a beszédórák és a néptánc próbák mellett szervesen illeszkednek azok a kirándulások, ahol a fiatalok megismerhetik Hargita és Bákó megye történelmi nevezetességeit, emlékeit. Az első ilyen program a II. Világháború egyik hősi ütközetének helyszínére, a gyimesi szoroshoz vezetett, ahol az utókor kópjafával és emléktáblával tisztelgett a II. Magyar Hadsereg, Sebő Ödön főhadnagy vezette Székely zászlóalja előtt. A harccsoport katonái 1944. szeptember 23-án a trianoni határok védelmében estek el, leltek hősi halált. A kirándulás következő állomása a Rákóczi vár volt. A várat Bethlen Gábor építette 1626 körül. Főszerepe a völgyben futó kereskedelmi út és a határ ellenőrzése, az áruforgalom vámolása volt. Védelmi szempontból nem volt jelentős, bár időnként a Moldva felől betörő fosztogató tatároktól védeni kellett az országot. Első neve Gémes vára volt, amit feltételezések szerint a területen akkoriban élő gímszarvasokról kapott. A 18. század elején II. Rákóczi Ferenc megerősítette, ekkor kapta mai nevét. A mádéfalvi veszedelem után az osztrák csapatok is megerősítették, és a lehetőségekhez képest bővítették. Hályog borult szememre, hogy meg nem láttalak, te elhagyott, te bús, kopár sziget, magyar sziget a népek óceánján. Mély ólom ömlött álmodó fülembe, hogy nem hatolt belé a vad hullámverés morzsoló harsogása, a morzsolódó kis sziget keserű morlogása. Gyimesbükkön a Rákóczi vár romjai alatt néhány méterre a hajdani román-magyar határtól áll a Magyar Királyi Államvasutak egyik legkeletibb, 30-as számú vasúti őrháza. Az őrház 1897-ben épült a magyar és a román állam közti szerződés alapján, a Csíkszered, a Gyimesbükk, Palánka, Komán falva vasútvonal részeként.